Sziasztok! Amint a videó címéből is olvashatjátok, nyaralás után vagyunk itt a kertbe. Közel hát egy 3-3 és fél hete nem jöttünk le. És hát még mielőtt bármilyen munkálatokat is elkezdenénk, azelőtt így mutatjuk, hogy mi a helyzet. Hát ugye az van, hogy itt innen haladunk először is befele, hogy a sóskát, amikor lementünk, vagyis amikor elmentünk, akkor én ezt levágtam ugye egészen idáig, tehát tőből, és ment a komposztra, mert már egyszerűen annyi mindent raktunk be, hogy hihetetlen, tehát ettünk is, meg be is van üvegezve, stb. Úgyhogy egy darabbal, egy adaggal már nem nagyon foglalkoztunk, lehet ezt is már betakarítani, akkor az eper, hát elég brutálisan el van burjánozva, és hát sajnos ugye azt hozzátenném, hogy ugye most lehet látni mindenféle darazsakat, bogarakat, hát ez sajnos ebbe a szezonba későn indult el, úgyhogy hát szerencsétlenek ugye gyakorlatilag azt se tudják, hogy hol vannak, tehát én úgy gondolom, hogy ez késő már, hogy ilyenkor kezd a eper ilyen szép lenni, tehát ennek előbb kellett volna, hogy ilyen legyen, hát minden ugye el van csúszva, egy olyan jó egy hónappal, és ugye az azt is eredményező, hogy már amik ugye így virágba borultak, esélyük sem lesz megnőni. Na, akkor hát a szomszéd, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez kb. Nyakig ér, majd ha lesz olyan momentum a filmnek, amikor az ág éppen olyan szögbe lesz, akkor lehet látni, hogy mekkora gaz, tehát ugye ez itt abszolút nem műveli senki. Teljesen elburjánzott, mondjuk a miénk is, amúgy. Hát ez egy ugye hagyma, ezt direkt hagytuk elvirágozni, így néz ki, látjátok, ott is ott van rajta bogár, tehát így él a kert, csak ismétlem, hogy most is egy kicsit később. A fűszernövények azok csodálatosak, drágám, valamit akarsz mondani? Nem akarok mondani. Mi? Nem. Miért nem? Sok ember van. Na, Ági nincs formában, lehet, hogy a kertnek a látványa miatt is van ez így. Hát tényleg a gaz az rengeteg. Most itt nem tudom, hogy például hol van ez a rengeteg cékla egyébként. Mert ugye itt hol van ez a sok cékla? Ja, lesz is belőle? Reméljük, hogy lesz belőle valamennyi. Hát itt gyakorlatilag ezen a részen, itt középen, ugye semmi nincs, hát most látjuk, most látjátok, hogy mekkora a gaz a szomszédba. Látjátok, az Áginak nyakig ér konkrétan. De hát a miénk se sokkal kisebb, hát itt majd el kell kezdeni a dolgokat. Tehát ahogy mondtam, az Ági, ahol áll a saroktól én felém, ebbe a négyzetbe gyakorlatilag semmi nincs, mert el volt ázva a kert, itt volt a paradicsom, meg stb. Az is ki lett szedve. Hát itt akkora a gaz, így konkrétan azt sem tudom, hogy hol van az út. De hát majd ez lesz ez még így se. Illetve hazudok, mert itt vannak valami kis dolgok. Hát gyerekek, munkánk az lesz bőven. Betakarítás viszont egyelőre úgy látom, hogy annál kevesebb. Hát itt vannak ugye a babok, valamennyire szét is van száradva, meg olyan sok sincs. Itt van egy ilyen, ez egy olyan, mintha egy narancs lenne, de mégse az. Akkor hát így lesz ennek itt még, tehát vannak itt babok, ezeket még le lehet szedni, egy-két levestest azt lehet csinálni belőle. Akkor ugye itt van egy erős paprika, ez nem olyan rossz. Ugye itt is van tök, az se nem olyan rossz. Itt is vannak még dolgok. Valami kis minimum dolog lesz. Akkor hát a kukorica, hát próbálkozik a kukorica, van neki valami teste is, most csak így inkább így futtából mutatnám meg a dolgokat, akkor itt van ilyen uborka, vagy én nem tudom, hogy mi ez. Szerintem az. Akkor a krumpli is, hát ugye ez is tele van ugye gazzal, mert abszolút nem foglalkoztunk vele, hogy azt is ugye ki lehet ásni. Ugye hát a málnának, annak
gyakorlatilag ugye hát szerintem vége van, ahogy így néztük, ugye lement a szezonja. A mána közé bedugtam a bonszájomat, meg a kis húsevő növényemet, az nagyon szép, tehát ott van gyakorlatilag a virága is neki. És akkor mi van itt még? Hát a komposzt. Komposztba belelesünk, egy 3 hét után. Hát. De durván lejjebb ment ez. Gyakorlatilag a negyedére ment össze. Akkor ugye itt vannak a kis növénykeink, ezek is brutálisan elszaporodtak. Hát itt is van még ez az, ezt ki kell szabadítani. Na gyerekek, nagyon-nagyon röviden ilyen állapotban van a kert. Ennyit tudok így nektek mondani. Úgyhogy hát most itt rengeteg-rengeteg munkaóra, mire újra egy valamelyest kert kinézete lesz a dolognak, de hát ez ilyen. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy egy kertbe az tényleg az napi gondoskodást igényel szinte. Mert ha nem, akkor ez így néz ki ez a történet, jó? Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még mindig, mint az előző videóban is mondottam vala, várjuk a 1000. feliratkozót, meg a tehát egyelőre ez a történet, és utána újabb mérföldkő érkezik a csatorna, de hát inkább ez ilyen tájékoztató jellegű csak, oké? Okay? Na, köszi szépen! Ciao, ciao! Hello, hello! Sziasztok!